Gál Péter a plébánia közösség nevében a következőket mondta. A mai nap nekünk, a Mátyás templomhoz tartozóknak kiemelkedő ünnep. Templomunk orgonája hosszú, egészen 2009 óta tartó hallgatás után ma szólal meg teljes pompájában először. A templom felújításának részeként 2009-ben lebontották a kórus mögötti úgynevezett király orgonáját. Ferenc József magyar királlyá koronázásának 40. évfordulójára 50 ezer koronát adományozott méltó orgona megépítésére, innen a már évszázados elnevezés. Az elmúlt közel 6 éves felújítás eredményeként ma egy két részből álló orgonát hallgathatunk. A király orgonája mellett egy kar orgona is épült, itt a sekrestye felett. A két orgona 4 játszóasztallal rendelkezik. Fent a kóruskarzaton van egy 5 manuálos. Ennek a mozgatható mása itt a templomtérben több ponton is elhelyezhető. Ezekről a játszóasztalokról az orgona mindkét része megszólaltatható. A karorgonának 2 manuálos mechanikus asztala van, a negyedik pedig a kóruskarzaton, a karmester előtt egy-egy manuálos játszóasztal. Az orgonának 111 regisztere, 7771 sípja és 18 darab csőharangja van. Ezzel Budapest legnagyobb, Magyarországnak a Szegedi Dóm után második legnagyobb orgonáját hallgathatjuk ma. Sülei László plébános püspöki helynök elmondta. Budapest legjobb templomi akusztikai terében ismét megszólal a király orgonája, amelyet 2009 és 2015 között a pécsi orgonaépítő manufaktúra újított fel Vég Antal orgonaépítő mester vezetésével. 50 szakember dolgozott rajta 6 éven át, összesen 44 ezer munkaórában. A terveket Hock Bertalan, a templom orgonaművésze készítette. 2013. októberére befejeződött a templom rekonstrukciója, a felújított orgona összeállítása ezt követően kezdődhetett meg, a finom hangolásokat idén januárra végezték el. A 210 milliós beruházást a magyar állam finanszírozta. A II. Vatikáni zsinat liturgiáról szóló konstitúciója leszögezi, hogy az ének és a zene a liturgia része. A kórussal, orgonával, zenekarral és a nép énekével megvalósuló ünnepélyes zene az istentiszteleten való tevékeny részvétel fontos megnyilvánulása. Az orgonát mindig is a hangszerek királynőjének nevezték, mivel a teremtés valamennyi hangját megszólaltatja, és az emberi érzések, érzelmek teljességének ad hangot, az örömtől a bánatig, a dicsérettől a panaszig.